Gyurcsány Ferenc szerint a Fidesz szavazói szégyenjék magukat, a Demokratikus Koalíció vezetője erről mai évértékelőjében beszélt. Arra is felszólította a párttársait, hogy listázzák azokat az embereket, akik támogatják a Fideszt. Gyurcsány Ferenc színpadra lépés előtt a magyar himnusz helyett az Európai Unió himnusza, Beethoven örömódája csendült fel vasárnapi évértékelőjén. Mi szerintünk Magyarország helye Európában van. Gyurcsány Ferenc már a beszéde elején leszögezte, szerintük Magyarország helye Európában van, majd hozzátette, nyugatos Magyarországot akarnak. Mi nyugatos, demokratikus Magyarországot akarunk, és ebből nem fogunk engedni. A DK elnöke szerint nincs köztes út, aki nem a kormány ellen van, az a kormány mellett áll. Aki azt mondja, hogy az iskola, az oktatás, a tanítás ügye nem politikai kérdés. Aki azt mondja, hogy a várólisták hossza az nem politikai kérdés. Aki azt mondja, hogy az akkumulátorgyárak telepítése vagy nem telepítése az nem lehet politikai kérdés, az valójában nem legyőzni akarja a Fideszt, hanem meggyőzni akarja a Fideszt, és aki meggyőzni akarja a Fideszt, az meg akarja tartani a Fideszt. Gyurcsány Ferenc kijelentette, a DK nem ellenzéke, hanem ellenfele a kormánynak, majd listázásra szólította fel pártjának tagjait. Arra szeretném rávenni a Demokratikus Koalíciót, hogy rá kell mutatni azokra az emberekre személy szerint, aki a rendszernek építő gazdái. Mert nem lehet elbújni a felelősség elől. Gyurcsány Ferenc nem csak fenyegette, hanem le is szitta azokat, akik a kormány mellett állnak. A Fideszt aktívan támogatni az több mint bűn, a szégyen. És szégyenjétek magatokat. Gyurcsány Ferenc szerint a legfontosabb belpolitikai kérdés az oktatás ügye. Azt mondta, az oktatás problémái elsősorban nem az anyagi problémákról szólnak, hanem arról, hogy nem a gyerekek állnak az oktatás középpontjában. Az a kiinduló pontja az árnyék kormány politikájának, hogy tiétek az ország, tiétek a hatalom, ti vagytok Magyarország, mi meg szolgálunk benneteket. Ez az árnyék kormány politikai filozófiája. Gyurcsány Ferenc a mi atyánkot átköltve a dicsőség megtestesítőjeként saját pártját jelölte meg. Hangsúlyozta, az inflációra és a gázárak emelkedésére is egy megoldás létezik. Ez a megoldás Dobrev Klára. Gyurcsány Ferenc végül arra utasította a felesége által vezetett árnyék kormányt, hogy őszre dolgozza ki és mutassa be programját.